következő megközelítőleg 15 percben a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról fogok pár szót ejteni. Elsőként a szabályozotti körét szeretném bemutatni, majd a magyarországi szolgáltatókra gyakorolt hatását, és a legvégén pedig az önszabályozásról, a DSA által kijelölt lehetséges területekről szeretnék néhány szót ejteni. Valószínűsítem, a DSA-ról ilyen cikkek, hogy ez egy csillivili jogszabály lett, nem fognak megjelenni. Ebben a szakértők valószínűleg egyetértenek. A DSA egy horizontális aszimmetrikus rendelet, amely azt jelenti, hogy a nagyobb szolgáltatókra azok nagyobb társadalmi hatása miatt többlet szabályokat állapít meg, viszont az összes szolgáltatóra tartalmaz átfogó szabályozást. A legnagyobb szabályozotti kör a közvetítő szolgáltatások, a közvetítő szolgáltatók. Ezekre vonatkoznak általános szabályok, például az általános szerződési feltételek léte. Minden közvetítő szolgáltató kötelezően kell, hogy rendelkezzen majd tagállami nyelven általános szerződési feltételekkel. Például a TikToknak, annak ellenére, hogy a gyermekeik által leginkább használt applikáció, nincsen magyar nyelvű általános szerződési feltétele még, de nyáron majd lesz. Kapcsolattartási pontokat is ki kell jelölniük ezeknek a szolgáltatóknak a tagállamoknál, illetőleg átláthatósági kötelezettségeket is kiszabott rájuk a jogszabály. Ezen szolgáltatások részekre bontva itt találhatók az ábrán. Az első az egyszerű továbbításuk, gyakorlatilag az internet szolgáltatók. Őket követi a gyorsító tározás, ők gyakorlatilag a böngészők, és a legérdekesebb szabályozotti kör a tárhely szolgáltatás. Közülük is az online platformok, illetőleg az online óriás platformok. A kettő között az a különbség, hogy az online óriás platformok havi szinten legalább 45 millió Európai Uniós aktív felhasználóval rendelkeznek. A bizottság éppen most jelölte ki őket, 17 darab van. Közülük párat említenék a TikTok, Facebook, Instagram, de ide tartozik az Amazon és az Alibaba is. Legnagyobb meglepetésünkre például az eBay az nem került ide, nem rendelkezik ekkora felhasználói számmal. Az online platformok szabályozását tekintve fő kötelezettség, egy panaszkezelési folyamat kialakítása, ami eddig nem volt jellemző. Hallottunk már olyat, hogy valaki panaszkodott a Facebooknál, és fél év alatt nem kapott semmilyen visszajelzést, vagy ha kapott, akkor csak annyit, hogy dolgozunk a bejelentésén. A panaszkezelési folyamat végén egy szolgáltatói döntésnek szükséges megszületnie, amelyet a szolgáltató indokolással kell, hogy ellásson, amely nagyon fontos előrelépés a szabályozásban. Megbízható bejelentőket kiemelten kell kezelni az online platformoknak, illetőleg a kiskorúak védelmére is előremutató szabályozás született. Itt személy szerint nagyon nagy kíváncsisággal várom, hogy a Facebook és a TikTok a 13 éveseknek szóló ASF-et hogyan fogja prezentálni. Az online piactereknél szükséges lesz a szerződéskötés személyét konkrétan bemutatni az online piactérnek, tehát tudnunk kell, hogy ki áll a szerződés másik végén, kivel fogunk szerződést kötni. Ehhez képest az óriás platformokhoz olyan többlet kötelezettségek társulnak, mint az audit, a rendszeresebb jelentéstételi kötelezettségük, fél évente kell, hogy jelentéseket tegyenek, illetőleg az erősebb társadalmi hatás miatt az online óriás platformok hatáskörileg a bizottság alá kerültek, tehát ezt a tagállami hatóságok nem fogják őket szabályozni. Illetőleg rendszer szintű kockázatok kezelése és ebbe a körbe került. Az utolsó közvetítő szolgáltatások az online keresőprogramok, amelyek közül a nagyon nagy online keresőprogramoknál kettőt azonosított óriásként a bizottság, ez a Google és a Bing. Az online platformokra vonatkozó szabályozás természetesen rájuk is alkalmazandó. A gyárával megpróbáltuk a média szabályozás és a DSA hatáskörét így szemléletesen ketté bontani. A videó platform megosztók jelentik a közös meccéspontot, ahol viszont a választóvonal az lesz, hogy az adott közzétett videóhoz tartozik-e szerkesztői felelősség. Tehát, hogy adott videót a TV2 vagy az RTL Klub tesz közzé a YouTube-on,
amögött van szerkesztői felelősség, akkor az médiaszolgáltatásnak minősül. Ha én teszek közé egy kis cicás videót, az pedig a közös közvetítő szolgáltatóként a DSA hatája alatt kerül szabályozásra. A hazai szolgáltatókör tekintetében január 1-én kinevezték az NMHH-t, mint digitális szolgáltatási koordinátort, elkezdtük felvenni a hazai szolgáltatókkal a kapcsolatot levélben, elindult egy jónak mondható kommunikáció, egy értelmes párbeszéd a szolgáltatókkal. Levélben azért vettük fel velük a kapcsolatot, mert hogy február 17-ig közzé kellett tenniük az aktív felhasználó számot. Ezt körülbelül 95%-ban meg is tették a szolgáltatók. Jól látszik ebből a listából, hogy vannak közülük olyanok, akik mi úgy gondoltuk, hogy magyar hatósági hatáskör alá fognak esni, de nem oda fognak, mert a anyaszervezetük nem ide tartozik, például a Volt Magyarország, vagy esetleg az Extreme Digital, mivel az emmag az egy román cég. Úgyhogy kezd kialakulni a párbeszéd a magyar szolgáltatókkal, élesbe ez jövő év februárjában fog fordulni, ugyanis onnantól kezdve kell, hogy alkalmazzák a DSA szabályait a hazai szolgáltatók is. A listából kiderül, hogy nincs óriás online platform Magyarországon. Ezt egy kicsit azért sajnálhatjuk, hogy nem nőtt ki itthon egy olyan szervezet, aki 45 millió aktív felhasználót fel tud mutatni havi szinten. A DSA hazai szolgáltatókkal kapcsolatos fő szabályairól a felelősségi rendszer maradt, aktívan nem szükséges monitorozniuk a jogszabálysértést ezen szolgáltatóknak, azonban a bejelentési cselekvési mechanizmus is maradt, az elnök úr által már említett notice and takedown rendszer. Tehát a szolgáltató felelőssége onnan indul, hogyha értesítik, hogy jogszabálysértő tartalmat találtak az ő honlapján, vagy találtak az ő oldalán, vagy az ő szolgáltatása során. A felelőssége tehát az értesítéstől számítódik a szolgáltatónak. És itt a DSA-nak a jelentős előrelépése a transzparencia és a panaszkezelés ügyében, ugyanis a jogellenes tartalom eltávolításáról, el nem távolításról, korlátozásról, fiók megszüntetésről, vagy egyáltalán a hátra sorolásáról egy indokolással ellátott döntést köteles hozni a szolgáltató, ugyanúgy, mint a panasz esetében. A panaszkezelési folyamatát be kell tartania, és a panaszkezelésnek is a vége egy olyan döntés, amelyet indokolással lát el. És az indokolási kötelezettség azért fontos, mert ez alapján lehet vitatkozni a szolgáltatóval, ez alapján lehet majd bírósághoz fordulni, ez alapján lehet a digitális szolgáltatási koordinátorhoz fordulni, vagy akár a vitarendező testülethez, amely reményeink szerint hamarosan fel fog állni jövő év február tájéken, mire a hazai szabályozás is életbe lép. A legfontosabb mérföldkövekről ejtenék még pár szót. Megközelítőleg 15 hónap van arra, hogy a DSA élesbe álljon. November 16-án hatályba lépett a rendelet, azonban ez egy nagyon lájtos hatályba lépés volt, alig pár rendelkezést kell alkalmazni. Ezen rendelkezések egyike volt az aktív felhasználói számnak a publikálási kötelezettsége. Január 1-én kijelölték az NMHH-t, mint digitális szolgáltatási koordinátort, egyébként elsőként Európában. És publikálták a szolgáltatók a felhasználói számokat, és április 25-én a bizottság megállapította, hogy kik minősülnek óriás platformoknak, és augusztus 25-től ezen óriás platformok kötelesek alkalmazni a DSA szabályait. És amint azt említettem korábban, jövő év február 17-től lesz szükséges a magyar szolgáltatóknak is alkalmazni ezen szabályokat. Itt már lesz egy megközelítőleg fél éves periódus, amikor már lehet látni, hogy ezt a nagy szolgáltatók hogyan alkalmazzák, úgyhogy a hazai szolgáltatóknak ennyi könnyebbségük is lesz. És akkor áttérnék az ön- és társszabályozásra a DSA-ban. A Digitális Szolgáltatások Európai Testülete, aki a digitális szolgáltatási koordinátorokat fogja össze, illetőleg a bizottság elősegítik az önkéntes magatartási kódexek kidolgozását, azzal a célval, hogy ezek hozzájáruljanak a DSA alkalmazásához.
Ez a része a DSA-nak egy kicsit ilyen soft law jellegű lett, tele van olyan utalásokkal, hogy elősegítik, meg előmozdítják, meg majd kéri a bizottság, tehát nincsenek ilyen konkrét, jól megfogható kötelezettségek, de mindenképpen előre lépés, hogy már ez is van. A DSA megjelöli az önszabályozás irányát, főként a jogellenes tartalmak kérdésével kapcsolatosan várja el ezeket, azon belül is a személyes adatok védelmével kapcsolatosan. A rendszer szintű kockázatok esetén a bizottságnak megvan a lehetősége, hogy a szolgáltatókat, illetőleg a hatóságot és a civil szervezeteket megkérje arra, hogy alkossonak ilyen önszabályozási kódexeket, és ha már alkottak, akkor legyenek szívesek, és ezek betartását felügyeljék is. Két olyan magatartási kódex van, amelyet nevesít is a DSA, az egyik az online hirdetésekre vonatkozó magatartási kódex, a másik az akadálymentességi kódex. Az online hirdetési online hirdetésekre vonatkozóan a hirdetési értékláncot szeretné transzparensebbé tenni a DSA. Ki milyen adatot, kinek adott el, hogy adott el, és hogyan vándorolnak a felhasználók adatai, jelen pillanatban ez egy igen, úgy mondhatnánk, egy fekete doboz, mert nem transzparens, hogy kinek hogy kereskednek az adataival, ebben előrelépést nyújt a DSA. Illetőleg az akadálymentességi kódex a szolgáltatásokhoz hozzáférést javítja a majd a fogyatékkal élők részére. Ezek kidolgozására 2025. február 18-ig biztosít lehetőséget a DSA, és augusztus, ugyanezen év augusztus 18-áig kell ezeket alkalmazni. Tehát azt láthatjuk, hogy a DSA fogyasztók védelmében jelentős előrelépést tett, azonban az önszabályozással kapcsolatosan is új távlatokat nyit meg, és az online platformokat egy etikusabb, transzparensebb működés felé mozdítja el, és ezt mindenképpen üdvözölnünk kell nekünk is. Köszönöm szépen a figyelmet!